Sziasztok, srácok! Szeretném bemutatni magamat elsősorban, Kalmár Krisztina vagyok, de hát biztosan ismertek, szóval erre most nem fektetnék nagy hangsúlyt. A videó két nyelven fog elkészülni, hogy más is értse azt, amit szeretnék bemutatni. So, I'm here for you to introduce the new gel line. What I have is the KKSP art gel, but I'm working together with Hi in Portugal, so we are in a very good relationship, so we can work together very well. Együtt dolgozok a Hi in Portugallal, Cilla Santosszal és Bruno Rosszádóval. Egy nagyon kedves barátság alakult ki közöttünk, és létrehoztunk első lépésként egy jó festőzseli családot. So, what I have to say is that I was searching for a very good paint gel, because I fall in love with gel paint. Muszáj volt keresnem valamit, egyszerűen elkerülhetetlen volt, hogy találjak egy anyagot, amivel jól tudok zselével festeni, mert hát nagyon szerelmes lettem a zselés festésbe. As you know, I had already for gel paint the folk art and the gel liner. Maybe the gel liner is new for somebody. Már hamarabb megvoltak ezek az ecseteim, például a folk art 2, de a gel liner az még egy-két ember esetében még újdonságnak számíthat, kifejezetten zselére való, vékony hegyű ecset. Both brush is a synthetic hair brush, and it supports very, very well your work. Mind a kettő szintetikus ecset, és nagyon jól támogatja a zselés festést. So, I'm here to show you some important things, how to use this to get a long life brush and a nice painting. Azért vagyok most itt, hogy bemutassam, hogy hogyan tudsz vigyázni az ecsetedre, hogy hosszú életű legyen. Bár én szeretném, ha többet vennél, de azért jobb, hogyha ezt nem gyilkoljuk le igen hamar. Szóval ezért fogok neked segíteni, hogy hogyan vigyázzunk az ecsetre, illetve, hogy hogyan keverjük ki a színeket, és hogyan fessünk szépen ezzel a zselével. I have already mixed my colors from 11 colors. So at the moment I have 11 colors. 11 színünk van, ebből akár 30-at is ki lehet keverni, so we can mix around 30 or 40 colors. 30-40 szín kikeverésére alkalmas, különböző árnyalatokat nagyon jól tudsz majd árnyékolni vele, például csak tudni kell, hogy meddig kell kötni. So for example, you can shade with this very well, but you have to know how long it must be in a normal UV lamp. Mielőtt tovább haladunk, mutatnék egy-két mintát. So before we go further, I would like to show you some designs of me. They are second level. Ezek már kettes szintű festések. The first line almost third level. Az első sor ez körülbelül a harmadik szintet jelenti. Nagyon helyes minták. Némelyik igen jól megállja helyét szalonban, mert gyors. Some designs are very fast, so it's very good for salon. És itt van a nedveset, a nedvesbe technika gyümölcse. So the, here are the wet in wet technique, which we love very much. It's also good for salon. Szeretem, szalonban is nagyon jól alkalmazható. Némelyik tényleg rendkívül gyors. Some of them is really fast. Anyway, for this, I think for this level, you have to do this level. Szóval ehhez a szinthez mindenképpen szükség van arra, hogy az egyes-kettes szint is meglegyen, mert meg kell ismerni a zselét, meg kell ismerni a mozdulatokat. You have to learn the technique, the movements. You have to know the gel, how it works, and then you can paint so beautiful that you can't believe. Szóval nagyon szépen fogsz festeni, hogyha adsz magadnak egy kis időt. There are some new designs. It's also wet in wet technique. Ez is nedveset a nedvesbe technika, de itt fehér zselébe dolgozok, és csak utána árnyékolok. So I'm working in white gel, and then I add some shadows, and then I add the foil
gel and the foil. Szóval csak ezután adom, miután megkötettem az egészet, utána jön a fólia technika. And these three tips are also wet in wet technique, but this is very fast for salon. Ez egy ugyanaz a nedveset, a nedvesbe technika, viszont sokkal gyorsabb, mint a másik. Szóval lépésről lépésre esszük meg az elefántot is, harapásról harapásra. So we bite the elephant also with step by step, bite by bite. You have to give time for you to reach levels. Szóval mindenki adja meg magának azt a lehetőséget, hogy legyen ideje megtanulni az új technikát, mert egy picikét máshogyan dolgozunk a zselével, mint a többivel, mint a többi anyaggal. Ami nagyon fontos, és szeretném, hogyha az eszetekbe vésnétek, hogy mindig párhuzamosan dolgozunk a felületre. That you have to keep in mind that we always work parallel to the surface. This is really important. That you have to put it in your brain and think it over every time when you paint. Szóval ezen mindig, mindig gondolkodni kell, hogy hogy tartod az ecseted. Ez azt is jelenti, hogy nagyon sokan fölülről akarják festeni, teljesen függőlegesen, de teljesen kikaparják a szint. Ahhoz, hogy maradjon is valami, mindig párhuzamosan kell dolgozni. So if you keep your brush too much high, it's like 90 degree, then it will only scratching out the color, but it will not paint. So when we want to have something as a pattern there, or a shadow, or a light, we have to use the brush parallel. Szóval mindig párhuzamosan dolgozzál, és van benne egy fordító mozdulat. And there is a turning movement that you have to keep in mind also. Okay, about the brush. Az ecsetről néhány szóban. Ez a folkart ecset, szintetikus szőrű ecset. This is the folkart brush, the synthetic hairbrush, and it's very important to make it flexible before we start to work. Mindig nagyon fontos, hogy mielőtt elkezdünk dolgozni vele, rugalmassá tesszük clear gelében. So here is the clear gel, and you just fill up your brush a little bit with clear gel. Kicsit feltöltjük, and then with a soft paper, you always work with a soft paper, then you gently clean it. I don't like when you do this. Nem szeretem, amikor rászorítasz és végighúzod, mindig nagyon finoman tisztítsd az ecsetedet. Ugyanis mindig kell legyen benne egy nagyon kicsi clear gelé. So you always have to have some small amount of clear gel in the brush for working, to get it more flexible. Azért, hogy rugalmas legyen, és nem utolsó sorban azért, hogy kevésbé fog belekötni majd az ecsetedbe a színes zselé. And it's very important, your color gel will not cure inside if it's always clean. Szóval ezzel kezded a tisztítással, és ezzel is fejezed be. So after work, you also clean the brush, not only before. 11 colors, chameleon, so we can mix whatever we want from these colors. Mindent, de mindent ki tudsz keverni ezekből a színekből. Én ezt most félreteszem, so I put them away. And back to the brush. Gyerünk csak vissza. A gel liner is egy szintetikus ecset. Ezt is ugyanúgy át kell egy kicsit tisztítani clear zselével. Ez építő zselé. This is builder gel, so I like to clean it in builder gel, then gently we clean this out also. Okay. Van itt néhány használt ecsetem. I have some used brush. For example, this one stroke number 5. Itt van például ez az ötös egylendület ecset, nagyon szeretjük. És azért szeretjük nagyon, mert ezzel nagyon jó háttereket lehet csinálni. So it's very good for backgrounds, painting basics. And then here are my two used tool. Itt van a két használt eszközöm. Ettől függetlenül nagyon szeretem, nagyon hosszú ideig tudod használni, hogyha vigyázol rá. You can use it very long time if you are really take care of it.
Mindig ki kell mosni az ecsetet, mielőtt kezdünk, tehát megnézzük. Hát nem sok szín volt. Volt még benne egy kicsi, de nem vészes. Még a mai nap folyamán is festettem. I just had been painting today in the morning. Ezzel kezdem a napomat gyakorlatilag, és sokszor ezzel is fejezem be. So I sometimes next to my morning coffee I'm painting, so it can happen to me. Na, ha megnézzük a színeket, if we check the colors, what I have here, a lot color. Ez nagyon-nagyon sok szín. De ebből kikeverünk egy csomót. And we are going to mix out a lot color. And here is my magic wand. So, we use this for mixing this tiny tool. Ezt a kicsi eszközt én úgy hívom, hogy varázspálca, amiből megvarázsoljuk a színeket. As I remember, I got it in Portugal from a student. I was very happy, and I'm still remembering on her. Szóval ezt Portugáliába kaptam egy tanulomtól, és nagyon sokat eszembe jut, mikor előveszem, mindig eszembe jut, hogy kitől kaptam, ezek nagyon-nagyon kellemes emlékek. So they are really great memories. Fontos, hogy hogy helyezed el a színeket a palettádon. Á, és hogy mi ez? And what is this? This is a cigarette case. For example, this is a cigar case. Azt hiszem, hogy ez egy szivar tartó, de ezek cigarettatartók. So these smalls are cigarette cases. Minden egyes technikához van, például van az akvarelhez is, so I use it for akvarel also. Ta-dám! So it's portable, ez vihető, kicsi helyen elfér, so you don't need a big space in your working place. And one for one stroke. Egy a one stroke-nak. Nézzük a színkeverést. Okay, let's see the color mixing. Try to put the colors like I did it, okay? Mindenki próbálja meg úgy elhelyezni a színeket, ahogy én használtam. Az első fontosabb, hogy nem látod a különbséget, de ez a lila, ez pedig a fekete. So this is the night blue, lila, violet, and this is the black. Első és legfontosabb, ezt a zöldet én nem szeretem. This green I don't like, but we need this. De szükségünk van erre a zöldre, majd a turquoise-hez, for the turquoise. But to paint leaves and other stuffs, I like more the olive green. So minden máshoz. Az oliva zöldet szeretem, én nem kezdek el a neon zölddel kavargatni, hanem egy érdekes, a színkeverésnek a nagy részét a húgom keverése alapján, Kalmár Gyöngyi keverése alapján tanítom. So the color mixing is based on my sister's try, so she was helping me in this and sent me the color chart how to mix the colors, and there are some mixings which I never used like that, how she use it. Szóval van néhány olyan színkeverés, amit én biztos nem csináltam volna, mert egyszerűen az eddigi ismereteim alapján biztos, hogy ezt a két szint nem kevertem volna össze, és példának legyen, és kezdjük is azzal, hogyan keverünk ki oliva zöldet. Kiveszel egy kicsi neonsárgát, meg lilát, és kikeversz belőle egy gyönyörűséges oliva zöldet. So this is the olive green. It's a deep color. Ez egy jó mély szín. De itt nem hagyhatjuk abba. Kell egy kicsikét világosabbat is keverni. So we have to make a lighter one. And we make it in the corner. Szóval a világosabbat, az pedig ennek a sarkába keverjük ki. Azért jó ez a pici eszköz, mert így akkor kis felületen tudunk keverni. This small tool I like because we can work on a very tiny place. Aztán van szükségünk egy picit sötétebbre, tehát keverek hozzá egy picit több lilát. There I want to have a darker green.
This I can add some black too. Egy kis feketét is adhatok hozzá, jó sötét zöld legyen. This black is not very much pigmented. It's pigmented enough, but sometimes you can see that it's in bigger surfaces, you see that it's a little bit transparent. Nagyobb felületeken látszik, hogy picit átlátszó ez a fekete. Nem a szószoros értelmében, de nem annyira sűrűn pigmentált. Pontosabban még sűrűn pigmentált, mégis én vélem fölfedezni, hogy egy, talán egy kicsikét van átlátszósága. But this is very important because they are curing in 1 minute. Szóval egy perc alatt köt ez a zseli. Ahhoz viszont muszáj, hogy például a fekete az olyan pigmentáltságú legyen, mint ez, hogy ez is megkössön egy perc alatt. So it's very important to have the same pigments in each color to cure it under 1 minute. Ezért adhatunk akár több feketét is ehhez a zöldhöz, akkor lesz majd csak igazán sötét. So this is a very dark green. Aztán kicsit közelebb megyek, I come closer. Van egy szín, amit nagyon szeretek, ez pedig, hogyha egy pici bordó is kerül ebbe a zöldbe. Red, it was too less, so I have to mix. Kicsit több zöldet keverek ki. Ugyanis nagyon szeretnék egy másik fajta zöldet is kikeverni, ami nem is annyira zöld, mint inkább ilyen barnás. This brownish green is very important for small eyelashes. A szempillákhoz, a egyes virágokhoz ez tökéletes, például itt. For example in this, you can see that it's not really green, something greenish. And this is the color with some red. Ez az a szín, abban a virágban láthattátok ezt a zöldet. Szóval itt elmaradt nekünk a sötét zöld, úgyhogy visszakeverek. So I used the very dark green, so I have to mix it again. Now I see I have 1, 2, 3, 4. Négy zöldünk van, és még lesz. So we have 4 color of green, but we will have 1 more. How? Hogyan is? Keverünk még egy világosabbat, és adunk hozzá egy kis fehéret. So we mix a very light yellow green. Ezt a sárgát pedig jól fogjuk tudni használni majd a kis pötyikéknél. Hol van? Például itt. Oké. Okay. So we are going to use it with the dots. Okay, let's see. The next color is what we have to mix is brown. We need some brown. Minimum 2 colors. Kétféle barnára lesz szükségünk, amit pedig akár hiszünk, akár nem, a neon pinkből és a green flowerből fogunk kikeverni. Ki is veszek egy kicsi neont. Neon pinket. So take a small of neon pink and mix it with neon green and give a little bit more green inside. Beteszek egy picit több zöldet, mert akkor lesz belőle egy igazi csokoládé barna tejcsoki. This is how it's called, milk chocolate brown. És hogy adunk hozzá feketét, akkor pedig egy sötét barna lesz, ez nagyon fontos. So we need also a very dark brown. Good for shadows, mostly for shadows I use it. Legtöbb esetben árnyékoláshoz használom ezt a nagyon sötét barnát. Let's check the colors. Ta-dam! Na, azon gondolkodom, lehet, hogy én így fogom keverni, mert akkor jobban meg tudom mutatni. I think I will lift it up to show you the mixing. Szóval van itt nekünk lila, és neon pink. From lila and neon pink we mix the favorite color of me, magenta. Gyönyörű magentát lehet kikeverni ebből, nagyon-nagyon imádjuk. Lilából és neon pinkből keletkezik. Itt is lehet egy sötétebb verziót. You can use a darker version. It's very important also for shading.
árnyékoláshoz szintén nagyon fontos, és még sötétebbet is lehet, hogyha akarsz, egy kis icipici feketével. Oké. Itt is van már három színünk. Jaj, nagyszerű. Ami eszembe jutott, hogy kell nekünk sárga, de ez a sárga, ez valami hihetetlenül neon sárga. This yellow is very much neon yellow. So, I pick it out here. Kiveszek ide egy kicsit, és kikeverem fehérrel. Hát ez aztán egy, most lett belőle egy fehéres neon, white neon yellow. Ebből úgy lesz majd nekünk igazi sárga, hogyha teszünk hozzá egy icipici barnát, próbáljuk ki a barnát, hogy néz ki. Ez lett egy pasztel sárga, hát nem napsárga, de inkább egy ilyen igazi, nem neonsárga, hanem egy ilyen kis krémsárga. Aztán, ami még hiányzik nekünk innen, something is missing from here, I need a little bit more color. Egy kis narancssárga, orange is missing. Let me check. Na nézzük csak, összekeverjük. Nézd csak meg, nagyon picit került bele. Only a very tiny neon pink is needed for orange. And you get a neon orange. Szóval itt egy neon narancssárga lesz. Egy gyönyörű élénk szín. Szuper. És ebből csak egy hangyapötnyit teszünk vissza ebbe a másik sárgába, hogy kikeverjünk egy mélyebb sárgát. We need a deeper yellow, but for that you have to mix it very, very, very well. With a tiny orange. Azt is meg lehet próbálni, hogy teszel hozzá egy icipici neon pinket. Very tiny neon pink gets a new color. Itt lesz egy ilyen kis halvány. Hát, mihez hasonlít ez? Hát ez is még sárgás szín maradt. Talán egy picit a rózsaszínbe hajlik. Ha teszek hozzá egy kicsit többet, akkor lesz belőle egy gyönyörű lazacszín. Salmon is coming now. Tadám! Nekem még hiányzik egy kis mélyebb sárga. I need a deeper yellow, and now here is it's coming a little bit more orange inside. Hogyha egy picit több narancsot raksz, akkor pedig ott van a gyönyörű mélyebb szín. Oké, mi hiányzik még? Hát persze, hát a türkiz, hát az a legfontosabb. The most important in my life is the turquoise. So I will add some navy blue to green. Teszek a navy blue-ból a zöldbe, azt hiszem picikét többet igényel. Igen, na most lesz jó. So now this is a very nice turquoise. Blue. If it's more green, then it's a turquoise green. Mix it very well. Muszáj nagyon összekeverni, hogy a pigmentek szépen elegyedjenek. Adok hozzá egy picit több kéket. A little bit more blue was needed. Oké. Okay. És ahhoz, hogy az igazi kis világos türkiz legyen, fehéret adunk. So we need to add white. I also must say that we have to mix it very well, just not to have surprise while painting.
Muszáj jól összekevernünk, hogy ne érjen meglepetés festés közben. Jó. Milyen színre van még szükségünk? Igen. Na most a lila már megint elfogyott. A lila egy nagyon jó szín. De lila, the night blue is a very nice color. We have to add here a little bit more. Adunk hozzá egy kicsit többet, hogy kikeverjünk egy indigo színt. So if you like indigo, then we can mix it from this lila and blue. I'm sure that you're gonna like it. Biztos vagyok benne, hogy fogjátok szeretni. Nagyon szép szín. És, and what we need more is a very dark blue, jeans blue. Például ezt a farmer kéket pedig ki lehet keverni feketéből és kékből. So black and blue is this dark jeans blue. If you want more dark, then you add more black. So we can have two colors from this, for shading also. Ez is nagyon jó árnyékolásra, virágszirmok mellett. Oké. És akkor maradt nekünk itt ez a Barbie pink. A Barbie pinket pedig össze tudod keverni szintén lilával például. És lesz belőle egy ibolya lila. So this will be a nice violet here. Ez egy nagyon kedves szín. Nagyon-nagyon sokan szeretik is. Közben próbálom csekkolni, hogy mik vannak még. Igen, hát természetesen a bordó. So this red is very nice, but we need a bordó. It's the same like black and red. Feketét és pirosat összekeverve egy gyönyörűséges, mély bordó színt fogsz kapni. Rendkívül pigmentált ez a piros, úgyhogy, nagyon kevés is elég belőle. So it's really the most pigmented in this set. And you can have an awesome color, which is going to cover well. Hát, azt hiszem, hogy nagyjából minden van. I think we have everything, let me count. Hmm, 30 szín, megvan a 30 szín, so we get the 30 colors. What else? Ah, and here is the red and the silver. I like both color. This silver is too much for me. I love more the champagne color. Nekem ezek kicsit erős színek, de a pezsgő szint jobban szeretem, ezért egészen egyszerűen csak összekeverem őket. This is very nice for outline the design or inside or just make the stone effect. A kőhatáshoz nagyon jó, ahhoz nagyon szép, hogy a mintákat körbehúzzuk, vagy belehúzzunk egy-egy kis díszítő csíkot. Szépen ki lehet keverni. You can use it like this, or you can add some colors to have colorful, glittery, pigmented colors. Na, ebből nem jövök ki jól. Szóval azt akartam elmondani itt angolul, hogy ha ehhez színeket adunk, akkor különböző csili-vili színes színeink is lehetnek. Hát, ha most megnézzük, ugye ez már egy kicsit használtabb paletta, amivel dolgoztam. Itt van egy picivel talán több szín. Talán meg is mondom, mivel egy kis halvány rózsaszínnel. A halvány rózsaszín, azt úgy értem, hogy egy kis pink, méghozzá neon pink és a fehér keveréke. Ez a szín például nagyon fontos lesz. Mindjárt meg is mutatom, hogy mihez. Ez a szín, ez elkerülhetetlenül fontos, amikor ezeket a virágokat festjük. So this neon pink with white is very important for these flowers. So we need it very much.
nem csak erre van szükségünk, hanem ezekre a pasztelsárgákra is, mert a pasztelsárgákat is használni fogom egy-két helyen kiemelni a szirmoknak a szélét, ahol a fény ráérkezik. So these pastel yellows are very important for giving the lights for the flowers, for the petals, or the, yeah, to make, to show the people where are the lights and where are the shadows. So this is really important to have these pastel yellows. Nem csak azért van szüksége erre, hogy most megadjuk a fényt, meg ilyesmi, hanem azért is, hogy ezek meleg színek legyenek, ne egy hideg virágod legyen. So it's important for having warm flowers, not like cold color flowers, because then for the eye it's more nice to see a flower which has color, warm colors. Nagyon fontos, hogyha árnyékot teszünk a virághoz, akkor azt fél perc után tegyük, fél perc köttetés után normális, hagyományos UV-lámpába. If you want to have shadows, it's very important that you have to put the basic for into the lamp, normal UV lamp, for 30 seconds, not more. And then you can do immediately the shading, and then back to the lamp, and then you can give the highlights. Szóval az alapmintára ráteszed az alapmintát beteszed a lámpába, kötteted 30 másodperc, és hogyha árnyékolni akarsz, 30 másodperc után ezt megteheted, visszateszed a lámpába, és utána megadod neki még a fényeket, illetve az egyéb apró kiegészítőket, ami ezek után kell. I just hope that you have enough information for using it. Remélem, hogy kaptál elég információt, hogy how to use it, hogy hogyan használd a festőzselét. Most megmutatom az én borzasztóan lenőtt körmemet. So I will show you my nails, which are 4 weeks old, if not more. Szóval ezek 4 hetes lenövések, és semmi baja nincsen. So there is not really a single problem. This I was cutting today with the knife. Szóval itt főztem, és ezt ma kivágtam belőle, hogy meg is ettem egy kis zselét. I think I was eating this gel. But anyway, 4 weeks without lifting, without breaking, without scratching. I love this gel. Nagyon szeretem, nincsen semmi probléma vele. Nem kell, befejezed a körmöt, megbuffereled, és már festesz is rá, aztán megköteted, és vége. So you have to build your nail, buffer it, finish, clean it. You don't need any gel under. The color gels, these art gels, only paint, lamp, finish. You don't have to use finish gel. So there is nothing under and nothing on top. Szóval ezen nincs semmi alul, és nincs semmi felül. Nagyon remélem, hogy hamarosan vissza tudok jönni újdonságokkal, mert nagyon-nagyon szorítsatok nekem. Nem sokára jönnek a reszelők, ami nagyon fontos a munkánkban, nagyon jó bufferek, és őszre tervezem, hogy ki tudunk jönni színes porcelánporokkal, illetve lehet, hogy az alapporcelánporokkal már sokkal hamarabb is. Azért van ilyen picike kis francia körmöm, hogy próbálgassam, teszteljem, hogy hogy bírja magát a porcelán. Én nagyon remélem, hogy fogjátok szeretni. Soon I have to come back with very good quality filers and buffers, and in the autumn I'm planning to come out with basic and color acrylic powders. I hope you will love them, so I'm testing it on me, on my clients. I want to give to the profession a really high-end product line. Nagyon szeretnék egy jó minőségű termékcsaládot a piacra dobni. Remélem, hogy mindenki a megelégedettségére fogja használni a zselét. I just hope that you will love to work with this gel. Szeretnék találkozni veletek a tanfolyamaimon is,
hogy lássátok, hogy milyen mintákat lehet vele festeni. Azért még lehet, hogy mindjárt jön egy kis meglepi is. Mindenkinek nagyon sok szeretettel ajánlom a figyelmébe ezeket a zseléket, csak ne féljetek, kontakt mindenhol megtalálható, Facebookon, e-mailben megtaláltok, és várom szívesen a kérdéseiteket, és segítek, amiben csak tudok. So, I'm here for you to help. I'm reachable. You know my contacts, my email, my Facebook account. Just write me if you have any question. See you soon in the new courses. And if we already met, then just a hug and kiss from Hungary. Tehát mindenkinek jó szórakozást kívánok, a meglepi pedig mindjárt jön. So I'm back with a surprise, one tip I'm going to show. Itt van egy tip, amit gyorsan megmutatok nektek, mielőtt lemegy a nap, mert itt már lement, mert már este van. Szóval kell nekünk egy széles ecset, so we need a wide flat brush. Csinálunk egy hátteret. We make a background from two colors. One is magenta. Az egyik fele az magentával lesz megkenve a tipnek. You don't need a lot color, but you need enough to sink the design inside. Szóval nincsen sokra szükség, de azért annyira szükség van, hogy belesüppedjen a szín a háttérbe. Mármint a virág a háttérbe. One side is magenta, and the other side will be blue. A másik fele kék lesz a tipnek. És ezt szépen összeombrézzuk. And we make a nice ombre. Ez egy nagyon cuki minta lesz, mert a virágnak eleve így két színe lesz. So we can have already a double color flower. Okay. I don't know why, but it seems like that on the camera the colors are more light. I don't know why. Úgy néz ki, hogy a kamerában a színek egy picit világosabbak. No. És akkor elkezdjük megfesteni a szirmokat. Nem veszek fel semmi más színt, csak fehéret, az ecsetnek az egyik sarkára. I pick up only white in one corner. I start on in the half. This will be the middle around here. Itt lesz a közepe, és szépen elkezdem többszöri simogatással, és egy pici fordító mozdulattal, majd egy összemixelő mozdulattal meg tudjuk festeni az első szirmot. Ami olyan, mintha belesüllyedne a háttérbe. Adok neki még egy pici fehéret. I give some more white on one side, and then mix it. Aztán összekeverem. Az első szírom megvan. Aztán jön a következő. Then there can come the second one. Again on the corner you have your color. És szépen mellé rakom. And then I place it next to this. I'm coming from the blue, again back to the magenta. And mix it. Szóval szépen ezzel a fehérrel a kékből átmegyek a magentába. Tadám! Maybe I come closer. Okay, it's better. Na most jobb, hogy egy picit közelebb jöttem, és ide is adok még egyszer. So I give here again one more time a color. Ta-dám. Aztán jön egy teljes szirom. So then comes a full petal, one side,
again. I make both sides step by step. So this is one side. Pick up again color. Always clean your brush between picking up new colors. Another side. And then mix them together. Aztán szépen összemosod őket. If you are done with this, then you can clean your brush and then again add a little bit white, only on the corners. Adunk egy kicsit, de csak a szélekre. És nagyon finoman dolgozol az ecsettel. You use your brush very smooth, parallel. Nem akarom elmozdítani a színt, amit már oda raktam. Okay, then. Aztán a felső szírom következik, szintén csak egy fél. I always paint from outside to the center, mindig kívülről a közepe fele festek, és összemixelem. Hogyha kicsit elmozdultam az ecsettel, akkor visszaadok neki, és újra megkontúrozom. If I had a wrong movement, I can add back the color again. So it's only 4 petals, but never mind, I will add more. Szóval ez csak 4 szírom, de hát ilyenekre nem adunk hozzá viszont még szírmot. Smaller petals, kisebb szírmok jönnek, például ide is jöhet egy. Most ráfestek konkrétan az előzőre, hoppácska, csak a sarkán van festék. Na még egyszer. Mindig töröld az ecsetedet. You have to always clean your brush. Okay, hagyom is. I let it like that. Later I will give back more color. Clean the brush. Then new white. Új fehéret veszünk föl. És teszek ide is egy kisebb szírmot. És nagyon pici simító mozdulatokkal. I will give really tiny movements. És ahol még van hely, oda még teszek. If I see somewhere a place, I will add there one more petal. For example, here I miss something. Itt egy pici hiánya érzetem van, tehát oda teszek, ahonnan valamiért hiányzik nekem. Oké. Okay. So the flower is done. Most teszünk bele a közepébe egy kis lilát. Mi ez, lila vagy fekete? Lila. De akár zöldet is rakhatnánk. Ahogy látod, jócskán tettem a lilából, letöröltem az ecsetemet, újra hegyes és tiszta, és ebből fogok kihúzni szempillákat, addig, amíg meg nem kötettem meg. I pull lines to each petal. Minden, if I'm out of the color, I have to put it back. Ha kifogyott a szín, akkor teszünk még vissza. Tehát minden szíromba húzok vonalkákat, szempillákat.
I think this is done at the moment for curing in the lamp. Most betesszük a lámpába, és köttetjük egy olyan fél percig. Fél perc az elég lehet. Addig keresek valamit, hogy eltakarjam a fényt. Mielőtt megköttetem a zselét, most a, meg az ecseteimet. Now we have to add something, but I think we are out of the memory. So we stop now. Okay, szóval visszatértem. I'm back. And now we are going to finish the design. Most már az utolsó simításokat is elkészítjük akkor a tipre. Csak bizonyos helyekre teszünk fényt. Csak néhány helyre. So we are going to use some lights only on some parts of the petals. Again, a tiny white. Megint csak egy icipici fehéret veszünk föl. És csak a virág szélére gyengéden egy kis fehéret rásimítunk. Tadám! És kiemeljük. Újra fölveszek egy pici fehéret. Az ecset sarkára. Igen. És a kis szíromnak is adok egy pici fényt. So I'm going to give a little white on the small petal. Now I am going to add, if you want you can add here or you just let it like this. Két esélyes, hogy hogy szeretnéd folytatni, hogyha szeretnéd, hogy a háttérben ez sötétebb maradjon, akkor ez maradhat ilyen is, tehát nem kötelező ide tenni fehéret, viszont ova kötelező, az pedig ezek a szirmok. So where it's a must to put some light is the big one, for example, this one, the full petal, a teljes szíromra teszünk, mind a két oldalára, on both sides we are going to add some white, and we can pull some smaller, tiny, more tiny lines also inside. Húzhatunk bele a maradék festékkel egy picivel több vonalkát is. Én ilyenkor javaslom, hogy egy kicsi clear zselébe legyen kimosva az ecset. I prefer to clean in this case, to giving the light. I will show you. Megmutatom, hogy értem. Szóval egy kis clear zselébe mindig ki kell takarítani az ecsetet, jó? És úgy vesszük fel a fehéret. So after cleaning out your brush in clear gel, you pick up the color. And then on the other side. Szóval aztán a másik felére is adunk egy kis fehéret. És szintén finoman bele tudsz húzni ide is finom vonalkákat. You can pull very tiny lines. Inside, clean the brush, white, megtakarítod az ecsetedet, fölveszel egy pici fehéret, és a felső szíromra ide a kicsire is adunk, so I put white on the small petal too. És törlöm az ecsetem. Pici virág, pici fehér. Igen, ez volt az a szírom, aminél nem tudtam jól a színeket összedolgozni, de a fehérrel most ezt javítani tudjuk. This petal was not the nicest in my eye for the first time, but white helps a lot to fix the problem. And finally here. Ez körülbelül olyan egy percig volt a lámpában. This was around 1 minute in the lamp. It was more than enough. Több mint elég volt, mert itt most nem árnyékoltunk, so we didn't put any shadows, therefore I didn't put in the lamp for a long time. Or for a short time, it was
completely cured. Ez teljesen meg tud, akár teljesen meg is kötetheted, mielőtt a fehéret hozzáteszed, mert ott nem olyan fontos az idő faktor. Nézzük meg, mi van ezen a másikon. Itt egy picit jobban kiemeltem a fehéret, látod? Tehát egészen erősen is lehet belehúzni ezeket a fehér mintákat, so you can use it more effective with the white on your brush. These lines, I mean. És akkor a közepébe tettem néhány pötyikét, halványsárgával, vagy hát fehéres, ilyen pasztelsárga is jó, attól függ, hogy mit szeretnél. És lehet pici csokrokba odarakni a sárgát. So I'm going around with these small dots, but in small groups I add the dots. So it's not that boring that it's always the same way, just like a necklace. Now it's a little bit different. Sokszor úgy csinálják, mint egy nyaklánc lenne körbe. Most ez egy picit másabb, és néhány vonallal fel lehet dobni. So we can use some line, very tiny. I use a small ball on my brush, on the end of the brush, and I touch the ball on the tip, but first not the brush, okay, only the ball. Maybe one more line. Talán egy másik vonallal még kiemelem, de mondjuk, ha kamerába dolgoznék, az se lenne baj. I have to work in the camera. Mindig próbálj meg nagyon kevés anyaggal dolgozni. Always try to work with very tiny amount of material, because this is more than enough in this period of work. Ebben a periódusában a munkának ez tényleg elegendő, hogy kevés anyaggal dolgoz, és hogyha akarod, néhány mozdulattal még ki lehet egészíteni. You can add some dots on your work. And now it's done. Ennyivel ez el is készült. Ha szeretnéd, körbe lehet még rajzolni, de nem muszáj. So if you want to finish it completely, you can add some contour lines with lila, for example, or white. Fehérre vagy lilával körbe kontúrozhatod, de önmagában is megállja a helyét. So like this is finish. So ebben a formában akkor így néz ki a végső minta, hasonló két minta. They are similar. Maybe on this you can see better colors. Ezen a másodikon talán egy picit jobban kihangsúlyoztam a két színt, ezért lett egy picit másabb a virág színben is. Szóval köszönöm szépen, és remélem, hogy találkozunk még. Mindenkinek jó munkát kívánok. Sziasztok! Goodbye!